Anna Frank életét bemutató tárlat nyílt meg a mai napon a Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Technikum Kollégiumának dísztermében. A kiállítás az Anna Frank Ház oktatási programban valósult meg. A tárlat létrehozói beszámoltak arról, hogy a toleranciát és az elfogadást helyezi előtérbe. Remélik, hogy az idelátogatókra mély benyomást gyakorolnak. A tárlatot professzor dr. Róna Tamás, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Rabbi Testületének elnöke, a Magyar Honi Zsidó Imaegylet Neológ Zsidó Vallási Szervezet elnöke nyitotta meg. Elmondta, hogy a múlt mindig élő és aktív marad számunkra. Tudnunk kell, hogy el tud tűnni egy generáció nyom nélkül. Az a mi feladatunk, hogy ezt ne engedjük, hanem tanítsuk, tanuljuk. Példamutató ez a kiállítás, ami megvalósult a díszteremben, zárta gondolatait Róna Tamás. A tárlat különleges képeket használva nyújt betekintést az Anna Frank életének hátterét adó eseményekről. Rövid életútját mutatják be, illetve a másik részén betekintést nyújtanak, hogy milyen gyakori még napjainkban is a negatív megkülönböztetés. A fiatalokat megszólító tárlaton a mai tizenévesek beszélnek magukról, valamint arról, hogy birkoznak meg az előítéletekkel és a diszkriminációval. A tárlat május 16-ától egészen június 3-áig tekinthető meg a kollégium dísztermében.